Sziasztok, itt Templayer, és a mai videóban rá fogunk nézni arra, hogy a támadás menüben hol találhatóak meg a régi gombjaink, ugyanis úgy érzem, hogy erre szükség van, mert nagyon sokan megijedtek ettől az új támadás kezelési felülettől. Alapvetően ugye azt láthatjuk, hogy nagyon lassan tölt be a támadás, tehát ez egy folyamatos probléma lesz, ugye itt mindenféle animált karakterek fogják riszálni magukat, úgyhogy ez valóban egy hátrány ennek az új menünek, hogy nem láthatóak a gombok, és én inkább azt tanácsolnám majd a fejlesztőknek, hogy tegyék ki a gombokat ide az alsó sorokba, legalább, hogy ott szereplők lába alatt vagy feje fölött be tudjuk állítani az előbeállításainkat, meg ki tudjuk venni az eszközöket. Viszont a fejlesztők azt ígérték, hogy amint kijavítják a jelenleg betett funkcióknak a mindenféle hibáit, például, hogyha most itt kivenném ezt az összes eszközt, támadnék egyet, és utána próbálnék következőt támadni, akkor itt ugye újra rá kell kattintanom, hogy ki legyenek véve ezek az eszközök, különben újra beteszi őket. Szóval ez például egy hiba, amit találtam, de amúgy az első körből már nagyon sok hibát kijavítottak. De akkor menjünk is végig rajta, hogy pontosan hogy is lehet támadni, hogy is lehet dolgokat felpakolni. Ugye az első, ami a szemünkbe ötlik, azok ezek a nagy zöld pipák. Hát itt a felső sorban először is, ugye a szárnyakat lehet állítani, hogyha ezt kivesszük, akkor sehova nem töltünk fel katonát, hogyha ezt mondjuk betesszük front és jobb szárnyra, akkor pedig az automatikus feltöltésre nyomva, az összes hullámba, ami ugye ki van jelölve neki, és az összes oldalra, ami ki van jelölve neki, fölpakolja a katonákat. Ugye most kivettük az eszközöket, úgyhogy eszközöket nem tett föl, itt van amúgy a törlés gomb, ezzel az összes kijelölt hullámot törölni lehet. Na már most a következő, az ugye ezek a pipák, ezzel a legfelsővel egyszerre tudjuk az összeset állítani, alkalmazzuk-e vagy nem, illetve az alatta lévő pipákkal pedig egyenként a hullámokat tudjuk állítani, és ugye itt létrejött ez az új hullámnak lehet nevezni, de igazából ez nem egy szimpla támadási hullám, hanem az udvarra küldhetünk be további embereket ezzel a lehetőséggel. Tehát ki tudjuk jelölni, hogy melyik hullámokra alkalmazzuk a támadást, és melyik oldalakra, és akkor itt a bal alsó sarokban van az automata feltöltés. Igazából az automata feltöltést ezt elég gyakran használjuk, úgyhogy az szerintem jó helyen van. Aztán itt fönt van még egy dolog, amit tudunk gombokkal állítani, ez pedig, hogy hol mutassa a kémkedést. Ugye most nem kémkedtem, úgyhogy ezt nem fogom tudni megmutatni. Minden esetre itt láthatjuk a bal front és jobb szárnyat, valamint az udvart külön gombokkal. Ami egy kicsit érdekes, hogy szerintem a kémkedésnek a megnézése az nem feltétlenül egy olyan fontos dolog, hogy ide ki kéne emelni a mondjuk az eszközökkel, vagy az előbeállításra szemben az első oldalra, de mindegy, ez mondom, ezen már tépelődtem eleget. Aztán a parancsnok választással amúgy nem vagyok megelégedve. Ugye azt lehet látni, hogy itt külön rá kell vinni az egeret, rákattintani, és csak utána lehet kiválasztani, hogy melyik parancsnokkal szeretnénk menni, és a parancsnokok közül is csak a hősöket lehet látni, illetve a parancsnokoknak a számát, nincs sehol se rájuk írva se a név, se pedig az érték. Tehát gyakorlatilag ezzel ráviszem az egeret, ezzel már meg is tudom nézni, hogy mennyi a közel meg a táv, semmi értelme nincs elnevezni a parancsnokot. Úgyhogy ez jó volna a régi listában felállítani, mert tényleg nagyon szépek ezek a képek, hogy itt a hősöket mutatja, de a támadás szempontjából teljesen használhatatlanok, mert mondjuk lehet, hogy mind a 15 parancsnokomon ilyen vörös szakállas búksó lesz, és akkor nem fogom tudni megkülönböztetni a parancsnokaimat. Aztán itt látható még ez a három pöttyös opció, ez gyakorlatilag a saját magamról mutat adatokat, ez pedig itt az ellenfélről mutat adatokat, gyakorlatilag egy teljesen használhatatlan gomb, úgyhogy ezt abszolút ki lehetne cserélni mondjuk az eszközökre, vagy az előbeállítás alkalmazására. A másik dolog, amit nem értek, hogy itt négy apró ikonnal ki vannak emelve ilyen elsődleges hatások, meg mit tudom én. Gyakorlatilag ezeknek sincs szerepe a támadásban, mert ezeket vagy tudjuk fejből, vagy nem, teljesen mindegy, az automatikus feltöltés elintézi, vagy pedig szeretnénk ugye megnézni, hogy milyen a kémkedés, és akkor
arra kiszámoljuk, hogy pontosan milyen eszközöket kell föltenni, tehát még ha azt írná oda, hogy akkor 6 darab hajsfal szükséges ehhez, hogy ezt nullázzad, de nem azt írja oda, csak egy százalékot ír, amit ugye eleve láttunk régen a kémkedésből. És akkor térjünk át a rejtett funkciókra, amiket itt első ránézésre az oldalról nem tudunk megállapítani. Ugye a régi menühöz hasonló támadás feltöltés az itt található, a kis nyilacskákkal hullámonként egyesével le lehet nyitni, és akkor itt tudjuk a katonákat betenni. Egy pillanat, törlöm itt a dolgokat. Igen, tehát itt látható a régi menühöz egy nagyon hasonló menü, és akkor ugye ezekre a kis hardocskákra kattintva tudjuk megnézni, hogy milyen csapatokkal rendelkezünk, és ha feltöltjük, akkor ez itt megjelenik, és akkor látjuk szépen ikonnal, hogy pontosan milyen katona szerepel azon az oldalon, vagy abban a slotban. Ugyanitt láthatjuk az eszközkorlátokat, és az eszközöket is ugye erre a kicsi gombra kattintva tudjuk fölhelyezni. A másik rejtett funkció, amit már nagyon sokat láttátok, hogy használom, ez a kis fogaskerékre kattintva felnyílik itt egy ablak, aminek szerintem amúgy ennek az egész ablaknak nem itt kéne lenni, hanem az alapoldalon külön kattintás nélkül elérhetővé kéne tenni, és itt tudjuk állítani, ez egy új dolog, külön, hogy közel vagy távol harcos szeretnénk feltenni, ugye a régről is ismert ötfajta eszköztípus tudjuk állítani. Tudunk automatikusan feltölteni, ez ugyanaz a gomb, mint ez az automatikus feltöltés gomb, úgyhogy ezt nem feltétlenül tudom, hogy miért kellett külön szedni, illetve itt van egy nagyon hasznos funkció, amivel egy kattintásra minden föltett csapatunkat le tudjuk szedni a falról. Az előbeállítások menü pedig itt található meg, itt tudjuk ugye megvenni az új előbeállításokat, itt tudjuk alkalmazni a régieket, és akkor nézzünk is meg próbából egy előbeállítást, hogy ez pontosan hogy működik. Ugye jelenleg úgy működik, hogyha rányomunk, hogy kiválasztás mentése, akkor ugye megkérdezi, hogy felülírjuk-e a jelenlegi beállítást. Azt mondom, hogy igen, és igen, hogyha az előbeállításban szereplő egységeket nem tudja fölpakolni a játék, akkor jelez egy ilyen piros felkiáltójelet. Tehát végeredményében azt mondhatjuk, hogyha ezek a gombok rendesen megjelennének itt a kezdeti panelen külön kattintások nélkül, akkor ez egy nagyon hasznos frissítés volt, mert bejöttek új gombok, amikre már nagyon régen szükség volt, közel és távol harcállításra. Erre nagyon olcsó módszerek voltak, csak hogy a parancsnoknál például direkt úgy szerelett föl, hogy 5%-kal nagyobb legyen a közelharcos értéke, és akkor az automata feltöltésnél a második, harmadik, negyedik hullámba közelharcos tesz fel, de igazából ezek nem voltak jó megoldások, ez tényleg, hogy tudjuk állítani, hogy most közelt, most távot töltsön föl, ez egy nagyon intelligens dolog, illetve ez, hogy ugye hullámonként szelektálni tudjuk a támadásnak a katonáit, eszközeit, külön tudjuk feltölteni, törölni, ez is egy jó funkció, hát ezek lettek végül is az évszázad frissítésének nagy újdonságai, a tábornokokról pedig majd egy külön videóban fogok beszélni. Ugye talán azzal nyugtatják magukat a fejlesztők, hogy ez egy hatalmas újdonság volt, de tekintve, hogy egy darab tábornok van még jelenleg mindenkinek, és nagyon lassan lehet összegyűjteni a többit, ezért olyan ritka az előfordulásuk, hogy a játékosoknak a nagy része, a támadások nagy részére még nem érzékeli annak se pozitív, se negatív hatásait. És hát ennyi lenne ez az új támadásmenü. Ja, alapvetően ez a kis mondóka nem fért volna bele egy Good Game Empire röviden sorozat részbe, úgyhogy azért mondtam el egy kicsit kifejtve, azért láthatjuk, hogy ez egy elég elkülönülő téma, úgyhogy nem akartam más sorozatok kereteiben egy ilyen résznek a töredékeként elmondani, úgyhogy remélem, hogy egy kicsit közelebb kerültetek a támadási menü megfejtéséhez. Ha így volt, akkor dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk, ha minden igaz, a holnapi videóban egy nagyon izgalmas témával és karakterrel. Addig is jó játékot kívánok mindenkinek, sziasztok!